És itt ugye 98-as szezonról beszélünk. Azért azt tudni kell, hogy 97-ben jöttek be a VRC-k a rally világbajnokságra. 97-ben a Sanremo rally az valamikor ősszel volt, akkor láttuk az első privát Subaru VRC-t, ami ráadásul nem kék volt, tehát ezt valaki akkor ott megvette, de hogy nagyon kevés VRC volt még a világban, amiből az egyiket te megkaptad. Bocsánat, és én mentem először Magyarországon VRC-vel. Ez egy nagyon nagy dolog. Igen. Hát egy nagyon nagy lehetőség volt, viszont ugye nyilvánvaló, az elején mindjárt azt mondod, igen, lehet, hol van a kocsi, menjünk vele egy kört, próbáljuk ki, de amikor, ahogy közeledik az idő a versenyhez, akkor kezdesz el rajta gondolkodni, hogy hűha, ezt a kocsit jó helyen kellene valahogy bejönni vele. Itt van ifjú Tóth János, aki verhetetlen volt Magyarországon. Iszonyú, akkor nyert ugye három bajnoki címet. Hát iszonyú gyors, hát annyira gyors, hát ezt mindenki tudja. Tehát bármilyen autóba ül, tök mindegy, milyen autóba ül. Tehát, hogy nagyon gyors, és hogy ajaj, ellene kell menni, tudod. Tehát ez így rossz volt. És talán a szerencsém az volt, hogy ő talán az első versenyen nem indult az Esztergomra, én azt hiszem. Úgy emlékszem én is. Igen, ő nem indult el, egy pici könnyebbség volt. Aztán utána jött a következő teher, tudod, Érdi Tibor, Bató Zoltán, tudod, az autókkal, és jaj, mondom, Ernő, úgy az Ernővel mentem, Büki Ernővel, és mondom, hát most mi lesz ebből? És akkor nézegettem, mennyit mentünk ennes autóval ezen a gyorson, hány másodpercet kell, hogy gyorsuljak, milyen lehet egy ilyen autó, hisz nem mentem ilyen autóval, tehát fogalmam nincs, hogy mennyivel erősebb, mint egy ennes autó. Tehát az ennes autós gyors autó volt. Tehát ugye nagyon-nagyon sok kérdés volt itt a verseny előtt. Hát az Ernőt megkérdezed, azért én ott a szálláson el voltam, amikor pihentünk tréning után, tehát csak eredménylistákat néztem, csak gyorsaságikat, felvételeket, hogy ki hogy használja az autót, tehát hogy én így belástam magamat, tehát én csak azzal foglalkoztam, alig aludtam szerintem így verseny előtt. Igen, meg hát ugye egy ekkora támogatóval, mint amikor mentünk, ugye, hogy a MOL, tehát hogy... Nem volt kisebb, mint a Marlboro előtte. Igen, de hát hogy itt nem lehetett rosszul menni akkor. És azért az egy hatalmas teher volt, hogy Ranga László után hatalmas szponzorral, egy erős autóval, nagyon erős ellenfelekkel. És itt ugye ott van, hogy idáig jó volt a pályafutásod, nem éghetsz be. Hogyha itt elrontod, összetöröd, rossz eredményt csinálsz, harmadik leszel, negyedik leszel, mi lesz akkor ebből? Akkor amit idáig összeraktál több éven keresztül, akkor az így súgy. Tehát azért itt volt kérdés bőven az esztergomi futam előtt. Mennyire remegett a lábad? Én nekem csak így, ez mai napig rajtam van, ugye két éve még mentünk erőttel a fiammal, és... Ez most is ugyanúgy van, odaállsz a rajthoz, hát izgulsz, tehát ilyen nincs, aki nem izgul. Hát aki már nem izgul, az inkább szerintem hagyja abba. Tehát odaállsz a rajthoz, és elkezdik visszaszállni, 15, a gyomrod megugrít, a 10, akkor egyre jobban, és akkor bekapcsolod a rajtprogramot, vagy valami, elrajtolsz, és ugye elrajtolsz, eltűnik, tehát akkor már megy minden magától, tehát akkor tök jó. Csak az utolsó egy-két perc, amíg elrajtolsz, tudod, az a nehéz. Az a nagyon nehéz. Az első versenyre még nem kaptátok meg a Subaru VRC-t, akkor nem. Egy GT4-ral indultatok, ami igen. Egyébként egészen addig, ameddig a VRC-k meg nem jelentek, a GT4 volt a rally autóknak a rally autója, a ne továbbja, az olyan volt, mintha egy űrhajóval versenyzett volna valaki. Így van. Emlékszem az előző években, mindig az volt a téma verseny előtt, hogy Janika megkapja a GT4-t, ugye igen. Ez a Toyota Celica GT4 a nagy szárnyas vagy a gömbölyű Celicát hozzák nekik az olaszok, tehát ez egy nagyon komoly autó volt, ráadásul a mólos dizájnnal ez egy gyönyörű kocsi volt, viszont ahogy ott mesélted nekem hát lehet, hogy nem a versenyen, de később beszélgettünk róla, azért nem volt ezzel az autóval egyszerű elindulni. Hát ez az autó nem volt egyszerű, amúgy se.
teljesen egyszerű, hát ennes autókat és utcai autókat vezettél, annak van egy gyújtás kapcsoló, egy utcai autónak beindítod és elrajtolsz vele. Most nyilvánvaló, hogyha otthon egy gomb, nyomó gomb kapcsoló, akkor azt tudod, hogy ez milyen. És ugye akik hozták nekünk az autót, akitől béreltük, hát azt gondolták, hogy én mentem már mindig ilyen autóval, tehát hogy aki ilyen autót bérel, az biztos, hogy ilyen autóval is versenyzett. És mondták, hogy ott az autó, azt akkor mehetek vele tesztelni, menjek oda. És mondtam az ernek, gyere, akkor menjünk, mondom, beültem. De az a probléma, hogy annyi, de annyi kapcsoló volt rajta, kapcsolgattam én ott minden, de nem igazából sikerült. Volt kar, amit húzogat, ki kellett húzni, vagy amíg az olajnyomás megjön, már annyira nem emlékszek rá pontosan, de nem nagyon tudtam elindítani. Hát ugye ültünk egy 3-4 percet, néztek a szerelők, tudod, hogy na, akkor most miért nem mennek ezek, ott beszélgettem az elmondom, húzzuk még az időt egy kicsit valamit, hát mondom, elmondom, ez hülyén néz így ki. És akkor ugye nem bírtam, és akkor mondtam a szerelőnek, hogy gyere kicsit ide, légy szíves, mondom, segítsél nekem. Mondom, indítsd be az autót, és akkor megmutatta, melyik kapcsoló, ezt kihúzni, benyomni, elindítani, főrakni, ráadni a gomba, oké, elindult. Mondtam, most jó, azt mondja, jó, és elment, becsukta az ajtót. De ugye úgy állt az autó, hogy nekünk tolatni kellett, és hát az se sikerült. Tehát, hogy nem tudtam berakni hátra menetbe az autót, mindenhol próbáltam a hátra menetet berakni az autóba, egyedül a Dacia helyén nem, hogy felhúzod, és a kettő helyére lehúzod. Talán a Dacia-nak van ott, ugye? Mindent próbáltam, amit el tudsz képzelni, mindent, és mondtam az erőnek, mondom, fi, ez nagyon nagy égés, de mondom, nem tudok vele, hát mindig előre akar elindulni az autó. És mondta, szólj neki, de mondom, már nem merek neki szólni, hát mondom, hogy mi lesz ebből, no, ott nevet rajtam mindenki. Na mindegy, az lett belőle, hogy szóltam, mondom, mindegy, valaki jön ide, és akkor tolassunk hát. Na megmutatta, akkor onnétől kezdve minden jó volt. De egyébként nagyon rendesek voltak, mert volt egy tesztkör volt, egy Murván mentünk, hát most nem tudom pontosan, hogy melyiken, és kérdeztem tőlük, hogy melyik programot használjam, mert volt rajta négy program talán, nem tudom, és mondtak, hogy maximum meg ki van füzetve. És mondtam, jó, hát mondom, maximum. De annyira drasztikusan erős volt ez az autó, hogy egyszerűen nem tudtál neki gázt. Tehát a hatodikba leoldalazott a Murváról az autó. Tehát nem volt olyan tapadás, mint a mostani autóknak. Biztos, hogy állítgatni kellett volna ezt is, vagy valami. És mondtam neki, ez nagyon erős, mondom, hát de nem lehet vele menni. És mondtam, akkor kattintsak vissza, és akkor majd utána, amikor megszokom egy picit az autót, akkor majd fog menni. És akkor kipróbáltuk aszfalton is utána. És mindig előtte mondta, hogy ezt negyedikbe fordulták, tudod, meg Isten, mondom, ezt hogy fogom elfordulni negyedikbe? Egy ilyen, ezt ugye a Ranglaci mondta, igen, mert hogy a pályabejáráson beült mellém. Persze, beült mellém, és mondta, ezt negyedikbe kell fordulni, ezt ötödikbe kell fordulni, és én néztem, mondom, mi lesz ebből, mert ugye nekem a negyedik az más volt a fordul, az két. Ötödiket meg ugye nem is kapcsoltál. Nem kapcsoltál, és annak ez lehetetlen, de ez az autóban olyan gáz volt alatta, és olyan hajtás volt alatta, meg olyan tapadás volt az aszfalton, hogy simán megcsinált az autó. Jó, csak akkor nem tudtad. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy nem tudtam beindítani, és nem tudtam hátra menetet kapcsolni, tök jó sikerült a teszt, tök jó sikerült rajta minden, de egy brutális erős autó volt, minden egyes rajtnál elszédültem benne. Tehát, hogy sokkal erősebb volt, mint a Subaru, tehát úgy rajtolt el, hogy félelmetes volt, komolyan mondom. Ezt a szédülést hogy érted? Hát úgy, amikor rád jön egy nyomás egy ilyen rajtnál, ültél versenyautókban, amikor vittek, amikor rajtnál hirtelen indul az autó, akkor van egy ilyen, hát egy ilyen így összeszorul benned minden, egy picit olyan homályos, és amikor ugye tudod, hogy mit csinálsz, meg látsz, meg mindent látsz, és amikor egy negyediket kapcsoltad, de egy ilyen autónázat, ennyi volt a négy, tehát hogy ilyen, akkor eltűnt minden már. Csak mindig az álló rajtból történt. Subarunál sose éreztem. Az nem volt ilyen erős autó, viszont annak a hajtása nagyon jó volt, meg a futóműve. Ebből is látszik, hogy a GT4 akkor már egy űrhajó volt. Igen, igen, így van. Felszállás előtt az embernek kiszáll a fejéből a vér. Viszont én emlékszem arra, hogy a Primer-szigeten láttunk téged először ezzel az autóval, ugye Esztergomban a prológon, hát már ott fantasztikusan mentél, aztán utána a Strázsahegyen. Lábatlan jött először igen, az aszfalt. Hát nekem Strázsahegyről van meg a videó. Még egy barátommal elemezgettük is a felvételt, és mondta, hogy nézd meg, Kisferi az egyetlen, aki úgy fordul, ahogy kellene ezzel az autóval.
Tehát, hogy azért nem volt az annyira rossz. Ez, amit az előbb mondtam, hogy ha ráérzel egy ilyen autóra, akkor mivel olyan a hajtása és olyan erő van alatta, hogy igazából könnyebb vezetni, mint egy ennes autót, egy ilyen nagyon erős autót. Viszont ahhoz előtte nagyon jó meg kell tanulni a lendületautózást. Arra viszont az ennes autó volt a nagyon jó lecke, hogy olyanokkal menjél, hosszú váltóval, nem tudtál sok mindent csinálni, a lendületautózást, és ezt onnéd átvinni egy ilyen erős autóra sokkal könnyebb volt már, mint egy ilyen erős autóval elindítani ezt az egészet, ezeket az átfordításokat, ezeket a... Igen, tehát hogy egyszerű volt egyébként, murván volt nekem először egy picit nehezebb vele menni. Ugye én aránylag elég pontosan mentem, de mert utána megjött már a Subaru a következő versenyre. Igen, és hogy aszfalton mi nagyon pontosan mentünk, tehát mindig nagyon jó eredményeket tudtunk elérni Janikával szembe is, viszont murván ő gyorsabb volt, és igazából nem nagyon találtam a miértjét, és nagyon sok videót néztem, felvételeket, hogy mennek kint a VB-n, mit csinálnak, és így a vége fele, talán a Veszprém rally fele, vagy a második évben. Második évben volt az, hogy a Murván már nagyon, de nagyon fel tudtuk venni a versenyt, sőt, gyorsak is voltunk, és így, akkor így fordult egyet, akkor a Janika lett aszfalton gyorsabb, mert akkor ő talán ő volt valamilyen iskolába is kint, valamilyen VB pilótánál, és akkor fordultak, a Murván voltunk mi kicsit erősebbek, ő meg aszfalton volt erősebbek, tehát mindig egy nagyon nagy harc volt kettőnk között, mindig néztük egymást folyamatosan, ki mit csinál, hogy készül fel a versenyre. Hát magyarul húztátok egymást, hogy igen. Igen. Sosem lehetett abba hagyni a fejlődést, mindig igen, kellett valami. Van, hát, így hát van. Pont ez az autósportnak a lényege, nem? Hogy versenyről versenyre fejlődsz, és akkor ezek szerint az a két év, amíg te a MOL csapatban a Subaru VRC-vel versenyeztél, az erről szólt, hogy versenyről versenyre fejlődtetek és tanultatok. Igen, gyorsultunk folyamatosan, mert ugye én nézegettem folyamatosan több idejeit is, és mindig egy kicsit előrébb haladtunk. Ezáltal, hogy gyilkoltuk egymást. De szerintem ez neki is nagyon jó volt, meg nekem is nagyon jó volt. Tehát, hogy így sokkal jobb, mintha úgy mész, hogy na, beértél, és akkor ez sikerült. Igen, tudod, hanem az utolsó... A második gyorsasági meggyered a versenyt, és igen, akkor onnantól kezdve. Még az utolsó gyorson is volt olyan, amikor küzdés volt. Tehát, hogy így jó volt ez. Topon kellett lenni két napon keresztül. És ugye régen úgy ment, hogy első nap volt ugye az aszfalt, vagy a múra, másnap meg az. Tehát, hogy vegyes talajon is mentünk. Tehát arról is át kellett, hogy álljál. Mert ugye most javarész csak aszfalt van, vagy hogyha van esetleg a Veszprém, akkor van múrva, kész. Akkor arra készülsz fel, arra állítod be az autódat, arra tréningezel. Itt azért nem az volt. Itt egy nap ilyen, egy nap olyan. Ne szaladjunk annyira előre, meg volt ez a verseny a GT4-ra, a következő versenyre már meglett a Subaru. Az kassarai volt. Subaru VRC, igen. Mikor ültél először a VRC-ben? Kassaralira nem érkezett meg az autó, mert kint összetörték. Esztergomra nem érkezett meg. Nem meg a kassaralira se. A kassaralinak a gépátvétel végére érkezett meg. Mert hogy az előző meg. Hétvégén volt Ausztriában. Így. Nem is Ausztriában, valahol máshol, de osztrákbajnoki futam volt. Igen. Mert hogy azt a Subarut úgy kaptátok meg, Ági Mörtlő összetörte. Ausztriában és Magyarországon, tehát az osztrák és a magyar bajnokságon is ment az autó. Így van, igen. Igen, és az egyébként egy kék Subaru VRC volt, amit lefóliáztak nektek igen, minden versenyre fehérre. Egyedül a gépháztető igen. volt különböző, mert hogy az annyira bonyolult volt a matricázása, hogy Rolf Schmidt vett belőle kettőt, és igen. csináltatott belőle egy fehéret. Igen, ő készítette fel az autót, hát nagyon komoly műhelybe készült az autó, és komoly emberekkel, úgyhogy az tényleg egy top autó volt, és mindig minden versenyre az úgy volt felkészítve, hogy az toppon volt az autó. Sajnos oda a kassára késve érkezett meg, mert nem jöttek meg az alkatrészek, ugye volt egy törése előtt az autónak,
és az utolsó pillanatban érkezett meg az autó, úgyhogy hát a Subaru-t azt nem tudtam kipróbálni. Talán annyi szerencsém volt, hogy előtte kimentünk Ausztriába, még a bakon át az ülést beállítottuk ott nagyjából, hogy üljek az autóba. Tehát annyi volt az autóval az összpróbám, egy üléspróba, és gépátvétel megtörtént a kassaralin, és akkor be kellett vinni a parkfervébe az autót, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most én innét ezt elszállítjuk Ernő a parkfervébe. Mert ugye gépátvételre érkezett meg az autó. Így van, tehát nem is ültem, még a hangját se hallottam. Igen, tehát most, hogy mondod, most már így emlékszem fogalmam nem volt róla. Még a gépátvétel előtt is azon tanakodtunk, hogy lesz-e VRC-je a kisferinek, vagy nem lesz VRC-je. Igen, Rolf mondta, hogy lesz. De igen. Ezt azért nem mindenki. Hát mert autón volt, ő tudta, mert ő nyugodt, ő nem idegeskedett soha egyébként. Nagyon rendes volt mindig. És megjött az autó, meg volt a gépátvétel, ugye még fel se volt matricázva, csak így próbálgatták rárakni a matricát, ugye, hogy pár matrica legyen rajta, és el kellett vinni a parkfermébe az autót, és az Ernővel elvittük, és mondtam, akkor erre most kipróbáljuk, de hát ott a közúti forgalomba, tudod, amikor így mész be, ott nincs lezárva az út, hát mind amikor bika kiront a karámból, pont ugyanaz volt, elmentünk, amikor már nem látták, akkor megálltunk, rajtoltunk, elindultunk, hatodik, motor, fékút, megpróbáltuk, kézifék, visszajöttünk, és egyszer csak így lefújta a turbócsövet. Mert valami bilincs eltört, vagy nem volt meghúzva, vagy bármi lefújta, mondom, ez tök gyenge lett az autó erre, mondom, ezt megöltem, mondom, itt mindjárt az elején nem is tudtunk vele menni, és bedöcögtünk vele a parkfermébe, betolattunk, akkor Rolfék odajöttek, ott valami kértek egy engedélyt, megnézték, vagy nem is tudom, vagy kijöttünk, és utána a gyors előtt lett megcsinálva az autó, erre már nem emlékszek. Tehát, hogy igazából kilométert egy-egy gyorsultunk vele. Meg egyet kézifékeztem, és így ennyi volt az összmutatvány. Abba bíztam, hogy ez is autó, négy kereke van, van egy hajtása, hosszú volt a verseny, kétnapos verseny, tehát hogy most az, hogy előtte mentünk 20 kilométert, akkor mondom, két gyorsasági fog elmenni, tehát hogy mintha előtte tesztelné 20 kilométert, tehát mondom, két gyors, ezt kell valahogy óvatosan végigcsinálni, nem ezen múlik, van egy győzelmünk Esztergom-raliba, 20 ponttal vezetünk, Janika nem indult, mondom most, hogy ő fog nyerni, akkor is marad még bőven pontkülönbség, tehát hogy én nem voltam az a típus, hogy én most nyerni akarok. Én minden áron nyerni akarok. Hát nem, hát voltak olyan pillanatok, amikor sokkal jobb napja volt neki. Ez utolérhetetlen volt. Volt olyan, amikor én voltam utolérhetetlen, mert hogy olyan napom volt. És amikor ő gyors volt, én ezt láttam az első két gyorson. És akkor én mondtam, hogy jó. Eldöntöttem magamba. Ugye az Ernővel ezeket nem beszéltük akkor meg, hogy nem tudok ötöket gyorsulni még azon a gyorsaságin, nem fog találni 5 másodpercet, ha találok, az már annyira rizikós lesz, hogy vagy csinálok egy nulla pontot, meg egy nagy totálkárt, és akkor elmegyek haza nulla ponttal a versenyről. És mondtam, hogy ennek így nagy értelme nincsen, akkor beértem a második helyre, az is egy nagyon szép eredmény szerintem. A bajnokság szempontjából, igen. Ráadásul egy nagyon fontos így dolog. Van. Mennyi gyorsasági kilométer kellett, hogy ráérezzél a Subaru-ra? Hát kezes autó volt. Nagyon kezes autó volt. Azt hiszem az első gyorsaságiról lejöttünk, az egy városi gyorsasági volt, és ott elég sokat tudtam adni Janikának, és én ott nagyon megnyugodtam. Ottán 10 másodpercet voltunk gyorsabbak, mint ők. Ez volt Kassának a belvárosában, egy ilyen autópálya felüljárórendszeren megrendezett. Igen, az volt, és én teljesen benyugodtam. Egyetlen egy problémánk volt a Kassaralin, hogy a kocsi megérkezett, de a szervizbuszbe nem, és nem volt gumink. És gumi nélkül két gyors alatt elkopnak a gumik, tehát hogyha nincs új gumid, akkor azzal volt olyan, hogy már tekergettük a kormányt, hogy jöttek, na, hogy nézzék, hogy mennyi pötty van, vagy minta rajta, mert akkor már el se engednek rajtolni, mert hogy elfogytak. És akkor még a Szatmári Csabának, a szerelőnknek a buszán voltak ilyen Subaru kerekek, meg szlikek, és akkor már az fő volt bakolva, hogyha most nem érkezik meg a busz, akkor azokkal megyünk, azok az öreg gumikkal, de azon legalább van ez még. Vanett Cargo az volt, az a Nissan Vanett Cargo, igen. Még a Rangalacinak volt a szervizautója az előző évben. Igen, és akkor jött a második gyorsasági talán, második, harmadik, nem tudom, jó időket mentünk, az biztos, és egy helyen
úgy fordult ez az autó, mint egy sin autó. El sem tudtam képzelni, hogy az meg tud csúszni, vagy lehet tud menni. És volt egy ilyen, hát egy ilyen gyors forduló volt, harmadikos, negyedikes forduló, nem tudom. És hát mondom, ez annyira tapad, mondom, ez olyan jó, megyünk, mondom, ezt még lehet engedni. Engedtem, egyszer csak elindult a hátul, jaj, mondom, és így teliben mértük a partódalt, de úgyhogy nem a futómű kapott, hanem a lökhárító hátul. Hát, tehát, hogy nagyon, nagyon jó kanyarodott, de amikor elengedte, akkor azért volt baj. Ott mindjárt megtanultam, hogy körülbelül hol lehetnek a határai az autónak. Meg akkor visszavettem egy picit a lendületből, és akkor vezettünk sokáig, és akkor Janika elkezdett feljönni ránk, sőt úgy feljönni ránk, hogy ő már átvette a vezetés szerintem a kassaralin. És akkor mondtam az erőnek, hogy jó, mondom, én nekem ne mondjál egy darab időt se a gyorsaságiról, azt sem mond, hogy kaptam, azt sem mond, hogy adtunk valakinek, mondom, szeretnék autózni az én saját tempomba, és elkezdtünk feljönni. És mondtam, hogy én nem akarok idővel foglalkozni, én most csak az autóra figyelek, csak arra, hogy kanyarodik, mondd csak az itinert, és hogy csináljuk végig ezt a versenyt okosan, normálisan, és hogy hadd tanuljak ebből az egészből. És nyilvánvalóan megjött a szervizbusz, megvoltak az új gumik, meg minden, és elkezdtünk így szép lassan gyorsulni, gyorsra, és jöttünk föl. És talán már lehet, hogy Jani előtt voltunk, vagy közel voltunk rá, akkor, amikor Janika meg sajnos egy balesetet csinált, és kicsúszott a pályáról, és valamit rosszul talált el, és a futómű megsérült, és nem tudott lejönni vagyis lejött a gyorsaságiról, de hát javíthatatlan volt így az autó, meg hát annyit elidőzött, hogy nem lett volna igazából értelme tovább mennie. És így sikerült ez a második futam vele, viszont arra mindenképp nagyon jó volt, hogy utána viszont egy nyugodt körbe tudtunk menni, amivel nagyon sok kilométer tapasztalatot be tudtunk gyűjteni az autóról. A vége fele volt az autónak valami problémája, hogy valami a hajtáson megzakkant, de aztán a végén rájöttünk, hogy a Subaru volt egy ilyen kapcsoló, amit így lekapcsolsz, hogyha beesel valahogy, minden kereket összezár, és úgy tudsz fel kijönni, mert egyszerűen kezelhetetlen volt az autó, alig tudtunk vele menni. De így a végére, így csiszre, de sikerült, nem is tudom, hogy ki jött talán ki volt, aki nagyon gyorsan jött ott, egy Corolla VRC-vel, nem tudom a nevét, így hirtelen, de így még sikerült csiszre a végére előtte megnyerni a futamot. Milán Dolák volt. Igen. Corolla VRC-ben. 12 másodperc előnnyel nyertétek meg egyébként. Aha. Na igen, de nagyon szoros volt a vége. Igen. Következő harmadik verseny volt a Miskolc Rally, ami igazából az első komoly csörte volt közted és Janika között. Ja, igen, ő akkor kapta meg a VRC-t, ugye a Corolla VRC-vel jött már, és az egy tényleg egy nagyon kemény csata volt, és az utolsó gyorsaságén úgy kaptunk ki, talán a 3 másodperc lett a verseny végére, én úgy emlékszek, és hát ott nagyon ideges voltam a rajtba, mert elkezdett szemerkélni az eső, és láttam, hogy Janiék elrajtolnak, és porszáraz az út még, és eltelt 10 másodperc, és elkezdett itt cseperegni, és pont ez, amiről beszéltünk, amikor a Forddal mentünk, hogy jó időt mentünk vízen, volt ez a ragály Imola Kánó, ez az olvadt aszfalt, amin akármilyen, tök mindegy, milyen gumit raksz föl, hát nem tudsz se fékezni, se elveszed a lábad a gáz, azt lefullad a motor. És elkezdett esni, és slickkel álltunk ugyanúgy bent, mint ő, és álltam, mondom, jaj, csak mondom, már legyen, az egy perc várás az örökké valóság volt. Én azt hittem, hogy soha nem fogunk el rajta, az legalább 10 percnek tűnt nekem, de nem hiszem el, hát mondom, már be kell kapcsolni az ablaktörőlapátot, mert mondom, már vízes a pályán, mondom, miért nem engednek engem el, és elindultunk. Hát azt nem mondanám, hogy lassan jöttünk le rajta, de volt benne azért nagyon sok rizikó, viszont és a végén már ilyen, hát állt a tiszta víz volt az út, és ott tudtam, hogy ott nem lesz esélyünk, és így is talán 3-mal kaptunk ki a végére, és teljesen meg voltam elégedve. Tehát, hogy azt gondoltam, VRC, most
És azt gondolom, hogy azt gondoltam akkor is, meg most is azt gondolom, hogy nagyon együtt voltunk, tehát hogy ilyen nagyon nagy harc volt. Bizony, ezen a 9 kilométeres kánó ragályi mulán a Janika 1 másodperccel várt meg benneteket, az előző gyorsaságim pedig, hogyha jól számolom, akkor talán 4 másodperccel várt meg, és az utolsó előtti gyorsaságin került elétek 2 másodperccel. Tehát, hogy tényleg egy egy ilyen ilyen harc volt, rettenetesen végig oda-vissza szoros. adok-kapok volt, igen, azt tudom. Hát ezek a jó csaták. Igen. Abban az időben én azt gondolom, hogy toppon volt ő is nagyon, meg mi is. Tehát, hogy így nagyon kiélezett harc volt.